valóságosan is komoly közös történelemmel rendelkezik Magyar és Lengyelország. Igaz, ez inkább a 14. században nyúlik vissza, amikor Lajos király idején egy állam volt Lengyel és Magyarország, még ha leginkább formálisan is, nem is feltétlenül gyakorlatban, nem is feltétlenül gyakorlat minden szintjén. A magyar és a lengyel történelemnek viszont később is voltak olyan közös hősei, akikre mindkét országban szívesen emlékeznek, hát ilyen Bem József is. Igen, tulajdonképpen eredeti neve József Bem. Csak Magyarországon Bem József lett belőle. Egy nemesi családból származik, azért a nemességhez hozzátartozott a katonáskodás. Ő is apród volt 11 néhány éves korában, és 16 éves korában. 18 éves korában már Napóleon csapatában szerepel. Tudnék, ebben az időszakban egy tragédia éri Lengyelországot. Lengyelország és Magyarország rendkívül rossz helyen van, mind a kettő húzatos helyen van, ahogy szoktuk mondani. Ha nyugatról keletre akar támadni valaki, akkor vagy Lengyelországon, vagy Magyarországon keresztül támad. Ha keletről nyugatra, akkor is ugyanez átmegy rajta. Na, Magyarország még annyi hátránya van, hogy délről is jöhet a török, tehát itt három helyről lehetett várni a támadást. Na, ugyanígy járt Lengyelország is, csak azzal a különbséggel, hogy ezt több mint 100 éven keresztül felosztották. Többször osztotta fel a három szomszédos állam, Ausztria, Poroszország és Oroszország. No, amikor a napóleoni háborúk voltak, ő Napóleon oldalán megpróbált beállni és felszabadítani az országot. Hát tudjuk, hogy Napóleon nagyon messze került Moszkváig egészen, de aztán csatát veszítette, végül elveszítette a háborút. 1815-ben 21 évesen tüzérszázadosként tovább szolgál, majd a Varsói Tüzériskolának lesz a tanára. Innen azonban visszavonul. 1831-ben lett egy érdekes történet, Lengyelországban egy híres történet, a lengyel fölkelés. Az történt ugyanis, hogy az Oroszországhoz csatolt lengyel részen az oroszok nagyon oroszosítani akartak, ami nem volt benne valahogy egyességben, és ez egy fölkelést szítottak, ez a rendelet. 1830-31-ben volt ez a híres fölkelés. Ennek volt ő az ezredese, sőt, későbbiekben a tábornoka is. Elveszett Oroszországgal szemben a kis Lengyelországnak nem sok lehetősége volt. Emigrál Párizsban, írja emlékiratait, nem tudom még azon kívül, mit csinál. Amikor ismét föltűnik 1848-ban, tehát 17 évvel később tűnik föl, amikor a Kelet-Európában megjelennek a szabadságharcok, polgári forradalmi szabadságharc. Október 6-án Bécsben van éppen, amikor a bécsi fölkelés van, és ő beáll hozzájuk, és az egyik főparancsnok volt a bécsi forradalomnak. Azonban leverték természetesen, hiszen csak Bécs körülvéve egész Ausztriával természetesen leverik. Árruhában sikerül neki menekülni a Magyarországra. Október 6 volt, november 3-án jelentkezik Kossuthnál. Kossuthnál azt mondja, hogy hajlandó beállni, és nyilván ismerős volt már a neve. Kossuth megbízza az erdélyi hadseregnek, az erdélyi seregetnek a parancsnokává, és Erdélynek a harcok vezetésére. Ő megígéri november 3-án, hogy karácsonykor Kolozsváron lesz. Így is történik. Erdélyben Puchner van, osztrák tábornok van, kis orosz segítséggel is a környező mellette az orosz csapatok is átjöttek segíteni, de ő csatáról csatára megveri Puchnert, végül is kiveri, az egész Erdélyből felszabadítja. Aztán jön a második hullám az oroszoknak, meg az osztrákoknak is 1849-ben, így sokkal többen vannak már, mint bennek a serege. És július 31-én Segesvárnál csatát vesz. Ekkor tűnik el Petőfi is, ugye nem tudjuk, hogy elesett vagy nem esett, mindegy, de
eltűnik ezen a alsógyászvári vereség alkalmával. Néhány nap múlva, augusztus 9-én Temesváron is csatát veszít, nincs más megoldás, látja, hogy már a osztrákok benn vannak az Alföldön is, tehát teljesen körülvették a seregét, és elindult Törökország felé, hogy meneküljön. Útközben megáll egy éjszakára a Ruszkabányán, ahol régi ismerőse van, mert a Maderspach Károlynak volt egy ágyúgyára, meg más gyár is, egy részvénytársaság volt tulajdonképpen. Egy éjszakára ott pihennek, és utána megy, nem messze van már a Kárpátok, a határ, és átmegy a török határon. Csak hogy amikor Hajnaúj ezt megtudta, hogy Ruszkabányán Maderspach megvendégelte, merte megvendégelni Bemet, bosszúból fogta és megvesztőztette Maderspach feleségét, ami azt jelenti, hogy megszégyenítés volt. Félig levetkőztetve a város közepén megvesztőzték. Maderspach ezt nem bírta ki, ezt a szégyent, ezért az ágyúja mellé állt és elsütötte, úgyhogy szétlőtte magát. Felesége vagy 30 évvel élte túl, Pesten halt meg, Budapesten halt meg. Törökországban azonban problémája volt Bemnek, mert volt egy megállapodás Törökország és Oroszország között, hogy egymásnak kiadják a emigráltakat, kivétel, ha az illető Mohamedán. Ezért Bem áttért Mohamedán hitre, megkapta Murat Basa nevet, és elég távol Aleppóban lett Aleppó főparancsnoka nem sokáig. Volt neki ugyanis nagyon a arca tele volt sebbel, háborús sebbel, ezek a sebek kiújultak neki, azon kívül volt egy járvány, úgyhogy 50-ben meghalt. Lengyelország 1918-ig három részre volt szakítva, 123 éven keresztül, és a világháború után akkor egyesült ismét Lengyelország. 20-ban haza akarták hozni a holttestét, hogy Lengyelország földjén temessék el, azonban a lengyel püspöki kar tiltakozott ellene, hogy lengyel földön Mohamedán temessenek el, más vallásot, hogy ezt nem lehet. Volt egy zseniális illető, aki megoldotta a problémát. Egy mesterséges kis tavat csináltak, a tó közepére kétszer-három oszlopot, nem tudom hány méter magasságban, a tetején egy szarkofágot, és oda temették a szarkofágba a csontjait. Lengyelországban van, de nem lengyel földben. Így lett ő, Bemapó, az égbe temetett tábornok. Bemapóról két közterületi nevet neveztek el, nem csak a Bem utcát, hanem jóval később, 1964-ben a Bem tér is az ő nevét viseli. A Bem tér ugyanis előtte temető volt, görög-keleti és római katolikus temető, és 960-ban határozták, hogy ezt föl kell számolni, régi temető volt már, amikor felszámolták, akkor lett a Bem tér kellemes játszótér a gyerekeknek.